approximately 13,000 villages in Romania. The majority of these are Romanian-speaking communities, but there are over 800 villages, mainly in the counties of Covasna, Harghita, and Mureș, in which the main language spoken is Hungarian. Remetea is one of these villages, and this is the inspirational story of their mayor. Jó napot! Megjöttem! Polgármesterben sokszor a hatalmat látják az emberek, és a hatalom pedig magányos. Az, ahogy folyamatosan az ember figyeli önmagát, egyfajta önnevelés, vagy önfejlesztés, és abból kiindulva, hogy ön válassza meg, hogy hova születik, vagy hogy kik a szülei. Sok ideig menekül, nem azt akarja, amit ő otthon lát, vagy egészen más, mint amit a szülők elvárnak tőle, vagy éppenséggel példát mutatnak. Aztán meg rájön arra, hogy ki is az, honnan vétetett, milyen értékeket rejt az a család. Hogy fonódik össze például az én személyes életemben az ősöknek az általam ismert tudása, habitusa, és milyen lehetőséget kaptam, hál' Istennek arra, hogy ezért a faluért dolgozhassak, felismerve, tehát pont Magyarországon rájöve arra, hogy milyen nagyszerű ez a hely, ahol én születtem, és ahonnan származok. Én csak hálát tudok adni a fennvalónak egyrészt, és másrészt meg hálás vagyok a közösségnek is, aki lehetőséget ad, és ide juttat, hogy ezzel dolgozzak. Valahogy az az érzésem, hogy az ön személyisége nagyon látszik így az egész községen. Tehát, hogy község, falu, város, tehát felveszi valahogy egy polgármesternek a személyiségét, és hogy Remete is felvette. Hát ez azért nagy felelősség így, bár nem akarok menekülni előle, kétségtelen. Ezért dolgozunk, ezért tényleg rengeteg energiát fektetünk bele. Egy vezetőnek ilyen szerepe is van, akarva, nem akarva, tudatosan vagy kevésbé tudatosan, és szerintem az probléma lenne, hogyha 20 év polgármesterség után ez valamit sugározna, de hogyha ez nem látszana. Hát, tudatosan törekszünk arra, hogy nyomot hagyjunk. És tudatosan szervezzük úgy, hogy bizonyos értékek mentén szeretnénk nyomot hagyni is. Tudatosan alakult az is így, hogy olyan emberek vesznek körül, akik elfogadják, közösen tűzünk ki célokat, közösen lelkesedünk érte, és közösen nap mint nap, ehhez idő, türelem, és nagyon-nagyon nagy kitartás kell. Érezte úgy, hogy, vagy volt egyáltalán olyan gondolata, hogy kint maradjon Magyarországon, vagy máshol telepedjen le esetleg Erdélyben? Hazahúzott mindig a szíve? A legnagyobb hatás nyilván akkor ért, amikor kikerültem Magyarországra egyetemre. Nyíregyházán tanultam, nagy szerencsém volt, Szegeden felvételiztünk, mi voltunk az első fecskék, akik kimentünk, és aztán akik hazajöttünk, éppen Nyíregyházán 20-an tanultunk, abból 3-an jöttünk haza, és ha jól tudom, 3-an még itthon vagyunk, tehát hogy nem maradtunk ott, tehát az arányok azért beszédesek. Engemet akkor meg se tudtak volna kötni. Bár minden egyszerűbb lett volna, hogy ott maradni. Az ottani diplomával hazajöttünk, itt nem volt akkreditáció, na, kezdtük mindent előről. Én haza szerettem volna jönni, ez volt mindig minden választásomba, gyermekkori álmaimba is. Tehát az, hogy valamit az emberekkel, az emberekért, tehát ezért akartam tanító lenni, tanár lenni, ezért akartam pap lenni, azért akartam pityókapergető lenni, mert az milyen jó, tehát amikor akkora voltam és csodálkoztam, hogy a traktor, hogy az micsoda lehetőség, mert hogy nem kézzel kell kiásni a pityókát, hanem az kivet is, az milyen egyszerű akkor felszedni. Tehát ezek az ilyen régi emlékeim. Szeretem nyilván, tehát magaménak érzem, hogy tényleg ismerek itt minden embert, ismerek itt minden dombot, járunk is, kelünk is, és nem vágyom úgy többre. Tehát nem, én teljesen jól érzem magamat.
azért emlékezetes, mert amikor fúrtuk és eltaláltuk azt a pontot, ahonnan jön a víz, pont egy erdőtűznél voltunk kint fent az erdőn, és onnan a tűz mellől rohantunk le, volt alpolgármester kollégámmal, aki sajnos azóta már nem él. Amikor lejöttünk, nyilván nem volt rajta ez a fej, és akkor egy olyan 8-10 méteres magasságba így lövelt fel a víz, így jött. Akkor úgy kormoson, mocskoson, úgy, ahogy voltunk, beálltunk. Ez volt az első fürdővétel. Szerusz, Aldi! Készséges! Gyere! Tőcset nyugodtan! A család hogy van vele? Mit szóltak 2000-ben ahhoz, hogy polgármester lesz, és most az elmúlt 20 évben hányszor volt olyan, hogy azt mondták, hogy apa, ne csináld, vagy drágám, hagyd abba, itt az utolsó pont, ne csináld tovább, vagy nem volt egy se. Hál' Istennek nem volt egy se, de az igazság az, hogy a legjobban a család sínyi meg. Tehát a gyermekeink azok nélkülem nőttek fel, és sajnos ezt én nem tudtam jól csinálni. Ez egyfajta önkifejezés. Itt én rengeteg időt eltöltöttem, sok munkám benne van, és az elmúlt évekből a szabadidő, ami itt levezette. Igen, hát ezt így többször kérdeztem, hogy mi az, ami kikapcsolja, de akkor ezek szerint ez volt. Hát ez például egy olyan pont, ahol szívesen jövök és kétkezi munkát végzek dolgot. Hol lesz 10 év múlva, polgármester úr? Itt a malom mellett? Kapjuk el? Akár, lehet, de lehetek a temetőbe is. Jaj, Isten ments! Nem a temetőben. Benne van. Hát akkor is jó helyt leszek, azt remélem. Igen, azt hiszem. De a fontos az, hogy ez, hogy jó helyt legyek akkor is. Önmagam legyek, bőrömbe legyek, elemembe legyek, hiteles legyek, érvényes. Mm.